Kelle Sándor festőművész munkáiból nyílt kiállítás a Pécsi Galériában. A 2003-ban elhunyt festő gimnáziumi éveiben kezdett festéssel foglalkozni, majd a képzőművészeti főiskolán folytatta tanulmányait Réti István keze alatt. Az első időszakának, ami nagyjából az 50-es évek elejéig tartott, nem zavartalan időszak volt ez, de jellemző volt a magyar plein air, természetkedvelő, magyar táj, magyar ecsettel poétikája, szép, erős, világos, áttekinthető, levegős kompozíciókat hozott létre, nagyon gazdag színvilággal. A művész 1946-os Pécsre költözésével bekapcsolódott a város modern művészetének fő áramába, abba a művész nemzedékbe, ahol a jól ismert Martin Ferenc vagy éppen Soltra Elemér is tevékenykedett. A pedagógiai főiskolán oktatott rajzolást, festést és művészeti bonztant. Nemzetközi értelemben aktuálisnak tetsző szerkezetesség, konstrukció, erős, kiemelt és tiszta, keveretlen színvilág irányában nagyon jelentős lépéseket tett. És hát ugye a 80-as évek körül van néhány nagyon nagy, olykor még allegórikus jellegű kompozíciója is, ami ennek a szerkezetesség és erős kolorit jegyben készült időszaknak a fő műveihez tartozik. Kelle majdnem egy évtizedet töltött Mohácson, ekkortól válik szereplővé művészetében a víz, a Balaton és a tenger is megjelenik képein. Ahogyan ez az európai művészet történetében már tapasztalható volt, a tenger élménye, az archaikus tájak, a régi korok architektúrája, az egy nagyon mély ébredési folyamatot indított el benne, tulajdonképpen a modernizmushoz, a modernitáshoz való közelítésének. Ez egy nagyon erős motivuma volt. Meglátogatta tehát a nagy boszniai kulturális központokat, Mostárt, Szarajevót, elmehetett Dubrovnikba, és a dalmát partokat végiglátogathatta, a szigeteken járt, Korcsulán és máshol, és nagyon-nagyon szép, színes dokumentumok születtek meg. Utolsó meghatározó korszakában megtalálja saját hangját, felszabadultság, indulat, erő, expresszív kifejezésmód jellemzi munkáit. Az absztrakciónak ez a lírai megfogalmazás módja, ami tulajdonképpen majdnem már a kézírással analóg jeleket is eredményez, ez nagyon szép és izgalmas és mozgalmas és különös eredeti műveket hozott létre a Kelle műhelyben. Ezek között egy zárt, egységes ciklus a Honvédelmi Intézet és Múzeum tulajdonában lévő Történelem madári esztőkben című kép, amelyben először beszél évtizedek után a II. Világháborús donkanyar élményekről, hiszen a békeévekről, 38-ról és a 41-es menekülés és megsemmisülés időszakáról beszél ezekben a képekben, tulajdonképpen az absztrakt művészet forma nyelvével. Itt is az allegórikus szándék az ember, a mindenkori közösséget alkotó történelmi lény, az alak a madár ijesztőben megtestesül, de tulajdonképpen a két utolsó képben teljesen anyagtalanná válik, és ilyen erős, színekben megfogalmazott indulat uralkodik a képeken. Összességében Kelle Sándor egész művészetében három terület érvényesül. A szerkezet, a szín és az indulat meghatározóak munkáiban, elmondható, hogy erős formálója volt a magyar színes festészetnek.